már legalább belül dolgozok, külön nagy öröm, hogy most már hetente van egy alkalom, hogy valami örvendetes dolog miatt találkozunk, és a mai örömünk, amit szeretném nyilvánossággal is megosztani, az ez az előttünk látható lélegeztető gép, amiről majd főorvosunk lényegesen több dolgot el fog mondani. Igazából amit én erről tudok, az nyilván, hogy MR-kompatibilis készülékről van szó, és szállítás vonatkozásában is bírja a gyűrűzést. A maga készülékből, a grafikusú készülékből országban is még jelen pillanatban nagyon kevés van, úgyhogy azt gondoljuk, hogy az itteni osztálynak a feltételrendszere is ezáltal ismét egy fokozattal előrébb lépett. Nyilvánvalóan még én azt gondolom, hogy itt a jövőbeni tervekben még van még egy-két eszközbeszerzés, de ezt most sikerült az alapítvány tevékenységből megvalósítani. Egyetem központi asztmaszközőrös és intenzív terápiás intézetének az egyik osztopos tagja ismertette, hogy mi a helyzet az MR-altatásokkal kapcsolatban a Szemmelweis Egyetemen. Budapesten kb. 6-7 helyen maszak és egyetem intézményben történik a MR-vizsgálat, ami azt jelenti, hogy az MR-ben valaki súlyos állapotú beteget adnak be, akkor ugye mágnes összetű dolgokat nem lehet berakni, és sajnos Magyarország legfejlettebb régiójában az intézmények nagy részében nem tudják sem monitorizálni a betegeket, sem lélegeztetni. Ez egy óriási vészhelyzet, a Szemmelweis Egyetemen pont egy kollégámmal elmondtam talán egyszer más, az MR-kompatibilis pulzor szemétek kapcsán is rosszul lett és el is veszítette a neonatológia szakma az egyik vezető doktorát a Szemmelweis Egyetemnek. De ezek valahogy mindenhol megspórolják ezt, mivel ez nem mindig használt, hiszen az MR-vizsgálat azért hála Istennek nagyon sokszor egészségük, vagy nem egészséges, jó állapotú betegeknél történik. És mi jutottunk most el oda, hogy úgy gondoltuk, hogy mivel itt mi az egész pici babáktól a 18 éves korig nagyon sok gyereket látunk el, csak úgy tudunk biztonságosan dolgozni most az MR-ben is a gyerekek monitorizálása, ami ugye a pulzok szemételen, amit nemrég adtunk át megvalósult, illetve a lélegeztetésre is van lehetőség. Ez annyiba speciális amerikai lélegeztetőgép, hogy három olyan dolog is van benne, ami a mi osztályunkon eddig nem volt. Az egyik ez, hogy MR-kompatibilis, tehát be lehet rakni az MR-be. A másik, hogy transport lélegeztető, azért be is vettük, hogy az ágyad árakható, tehát a beteggel együtt mehet, és nem kell hozzá két palac, saját maga az oxigént, az a sűrített levegőt elrállítja, csak egy oxigén palac kell, amit a beteg ágy mellé el lehet helyezni. Tehát áttolható a beteg egyik helyről a másikra. A harmadik meg van egy non-invazív lélegeztetési módja, ami ronda szó magyarul azt jelenti, hogy az invazivitás az mindig egy agresszivitást jelent, amikor beledugunk valamit a beteg légcsőbe vagy valamilyen testüvegébe. A lélegeztetésnél is ugye a légcsőbe, a hagyományos lélegeztetésnél egy csövet beledugunk. Ez viszont speciális maszkokkal is képes lélegeztetni, tehát három olyan dolog van, ami az osztály, gyerekintenzív osztályunkon eddig nem állt rendelkezésre.